Megjelent egy rezsikalkulátor az MVM honlapján. Ez a jövő hónaptól érvényes árak alapján becsült éves költséget mutatja meg tájékoztató jelleggel. A szakújságíró szerint érdemes megvárni az első kedvezményes és piaci árat, mert ezek a számok még változhatnak. Több a válasz, de több az új kérdés is a jövő hónaptól érvényes rezsijárak ügyében. Főszabály szerint a havi 144 köbméteres gáz és 210 kWh áramfogyasztásig marad a kedvezményes tarifa. A szolgáltató naparányos elszámolást alkalmaz, amely a számlán a kedvezményes mennyiség 365 részének és a számlázási időszak napjainak szorzataként jelenik meg. A mérőórát azonban jó esetben évente csak egyszer ellenőrzik, viszont a fogyasztás éves szinten akár átlag alatt is maradhat annak ellenére, hogy a fűtési szezonban megemelkedik. A valós fogyasztás diktálók számára nem lesz külön úgymond téli vagy nyári ár. A magasabb fogyasztás után várhatóan magasabb lesz a számla piaci árra vonatkozó része is. Ugye ebben az esetben a nyári hónapokban jóval kisebb lesz maga a számla, mint a számlán lévő mennyiség, mint ez a 144 köbméter, télen viszont jóval több lesz, mint 144 köbméter. És ugye ebben az esetben fordulhat az elő, hogy a téli időszakban a nem kedvezményes ár az egy jelentősebb tétel lesz gyakorlatilag a számlán. A magyar villamos művek már nem csak kérdésfelelek formájában tájékoztat a részletekről, hanem közzétettek egy rezsikalkulátort is. Ez a jövő hónaptól érvényes árak alapján a becsült éves költséget mutatja meg tájékoztató jelleggel. A napi.hu újságírója arra számít, hogy ezek a számok még nem a véglegesek. Ennek még nincs vége, úgyhogy én azt mondanám, hogy aki aggódik, és nyilván sokan aggódnak, nézzék meg a kalkulátor számait, hogy mit mutatnak, de azt ne vegyék készpénznek, kövessék figyelemmel a politikai és a gazdasági döntéseket, ami most majd következni fog. A takarékosság nem csak a számlákra, hanem a levegő munkacsoport szerint a környezetvédelemre is jótékonyan hatna. Az elnök Lukács András úgy látja, erre az utóbbi években kevesebb figyelem és támogatás jutott. Az elmúlt években rendkívül kis összeget szántak energiahatékonyságra. Nagyon sokszor éppen az ellenkezőjét ösztönözték, rengeteg pénzt adtak lakás építésre, lakás felújításra, új épületek létrehozására, mindenféle különösebb energetikai előírás nélkül, és hát most ennek iszuk a levét. Kérdéseinket elküldtük a villamos műveknek is, de adáson így nem reagáltak.